pontosan jól számom 12-en jöttek össze a gyerek amatőr egyében. A zsűri több helyezésre adott ki, tehát egy helyezésre több főt adott ki, így lehet az, hogy jelen pillanatban 10. lett. A 20-as rajtszámú, New Style Fanatics Hip-Hop Tánciskolából, Bólya Krista tanári tanítványa Szilágyi Lara. Kilencedik lett a 14-es számú produkció, a Vídiós Merci címmel. Vágyunk Dávid Ábrahám Helga és Pozvai Gergő tanárok vezetés. Ürvös Mercedesnek hívják a hölgyet. 8. lett. 3 főt szólítok. A 17-es rajtszámú. Eprőszek rendszeres Römbölszra jön Renátó tanár úr. Vezetésével, bocsánat, és Sebestyén István tanár úr vezetésével szintén Egyed Antónia. Szintén 8. 19-es rajtszáma a Golden School-on jó vezetésével Szabó Petra. És szintén 8. lett a 21-es rajtszáma. Kovács Torci, az Epic Secret Sessionből, Tanya Redó Renátó tanár úr vezetésével. Hetedik helyezést ért el a 13-as rajtszámú Sokorka Martin, Sebestyén István tanár úr, tanítvány az Epic Secret Sessionből. A 18-as Pauker Barbara. Szintén az After School-ból tanárnőtt. Negyedik helyezést érte, és épp hogy nem adott a dobogóról ebből a nagyon-nagyon erős mezőnyben, de jövőre fönt lesz már remélhetőleg. A 18-as számú produkció a TST Tánciskola Kecskemét. Nadányi Jászmi. Váci Nikolett tanárnő tanítványa. Harmadik helyezést értek, és már felállhat a dobogóra. A 16-os számú produkció a Réfélyi Tánzkő. Polgár Csilla tanárnő tanítványa, Kurenka Dorika. Második helyezést ért el, a 12-es számú a Kármen Táncművészeti és Kortárs Alapítványból, Kurali Kitti, Kalő Judit és Muksa Tiborné dr. Nagy Marti tanárnő tanítványa. A Kitti, és jön az első, hát gondolom itt már kisakkoztátok, de hát ebben nagyon-nagyon erős mezőnyben. A Zuglói Táncfesztivál történet egyik legerősebb mezőnyében, gyerek, amatőr egyéniben első helyezést ért el a 15-ös számú produkció Starlight Dance Company-ból. Kozekas Robert, Pisi tanár úr tanítványa, Keserű Péter.